A Prosperitáti Alapítvány több éve töretlen sikerrel segíti a Vajdaságban házat vásárolni kívánó személyeket. Most az adai Halápi házaspár otthonába látogatunk el, akik idén első karácsonyukat töltik a támogatás segítségével vásárolt házban. Tímea és Imre 2018-ban kötött házasságot. Idén született meg a közös gyermekük, akivel már új otthonukban ünnepelnek együtt. A saját ház tulajdona egy nagyon nagy biztonságot ad. Nagyon örülünk, hogy idén már mind a hárman ebben az otthonban tölthetjük el az első karácsonyunkat, és nagyon jó érzés, hogy a saját kisgyerekünk itt nőhet föl az otthonunkban, a saját otthonunkban. A családapától megtudtuk, hogy bár nem volt kérdéses, hogy belevágnak-e a pályázásba, barátaik pozitív példáit látva csak megerősödtek ebben. Az önállóan megírt nyertes pályázatuknak hála, így ma már a megálmodott otthonukban élik a mindennapjaikat. Rövid keresgélés után akkor éppen megtaláltuk ezt a jelenlegi házat, ahol most ugye lakunk, és ugye Prosperitátinak pont akkor jött ki Prosperitátinál a pályázat, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor ugye ez egy elég szép segítség is, hogy mi is élünk a lehetőséggel és megpályázunk. Juhász Bálintól, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a 2020-as évben Vajdaság szerte 262, ebből Ada községben 28 házvásárlási pályázat részesült pozitív elbírálásban.